most indulunk Moszkvába. Ezúttal anyuval megyek. Tartsatok velünk! Megérkeztünk Moszkvába. Hát nem semmi egy utunk volt. Mármint a repülő az rendben volt, de utána, ami műsort lenyomtunk a reptéren, 10-ből 9 ember nem beszélt sem angolul, sem németül, egy éppen hogy. Na, a metróba, ha lehet, még ennél is rosszabb volt a helyzet, de egy kedves helyi lakosnak köszönhetően itt vagyunk végre a belvárosba. Bár megint volt egy kis csavar a dolgok, ugyanis ahova beültünk kávézni, mondták, hogy csak azok tudnak wifi-t használni, képzeljétek el, akik itt laknak, és akiknek orosz telefonjuk van, amik nekem kicsit furcsa, mert nem igazán turista barátok, de hát akár a város gyönyörűsége kárpótol azért minket rendesen. Majd most bejöttünk egy kicsit kikapcsolódni egy ikonikus plázába. Pláza, nem is jó ez a szó rá, igazából egy nagyon szép üzletház, tele-tele luxus márkákkal, és Gumma neve egyébként, csodaszép. Ezt nézzétek, ez egy külön pláza, 5 emeletes pláza, csak is a gyerekeknek. Nagyon durva. Már kedd reggel van, a tegnapi nap nagyon tartalmas volt, rengeteg mindent megnéztünk a városban, ez ma sem lesz másképp, most pedig indulunk reggelizni. Késő este van, megyünk hazafelé, vissza a szállásra. Ma is nagyon sokat mentünk, és nagyon szép részeken voltunk, de a város egy egészen más részét fedeztük fel igazából. Holnap pedig már megyünk haza, de előtte még azért van terve néhány program. Már szerda reggel van, ma megyünk haza, de csak késő este indul a repülő, szóval most még megyünk egy kört a városba, illetve biztosan visszamegyünk a Gumba, mert szeretnék ott mindenképp lenni valamit. Néztük a Szent Bazilsz székesegyházat, gyönyörű volt, legalább annyira színes belül is, mint kívül. Most megyünk gyorsan, ebédelünk valamit, aztán átöltözünk és irány a reptér. Sziasztok! Már itt vagyunk a reptéren, nem sokára indulunk haza, de előtte még jól bevásároltunk. Hála anyunak! Neki! Örülök, hogy velem tartottatok ismét, vagyis hát velünk. Remélem, nektek is tetszett Moszkva. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!